Politikusok, a látogatásról a szocialisták szerint bebizonyosodott, hogy Angela Merkel és a demokratikus ellenzék egyformán gondolkodik a demokráciáról, míg Orbán Viktor ismét megtagadta az emberi szabadságjogokra épülő társadalmi berendezkedést, írja Tóbiás József pártelnök. A liberálisok szerint egyértelmű, hogy szabadelvű értékek nélkül autoriter rendszert lehet építeni, demokráciát nem. Az Együtt szerint a kormányfő távolítja Magyarországot Európától, és botrányosnak tartják, hogy a Merkel látogatásra tekintettel a TEK jogellenesen betiltott egy előre bejelentett demonstrációt. A DK szerint is elfogadhatatlan, hogy egy korábban tudomásul vett demonstrációt aznap reggel betiltanak. Sajtóinformációk szerint kiderült, hogy Angela Merkel nem volt hajlandó a zsinagógában a zsidó szervezetek vezetőivel közösen Orbán Viktorral együtt találkozni. A kormányzati kommunikáció törekvése az elszigeteltség képének átsatírozása, véli a DK, hiszen 5 éve nem járt itt komoly európai vezető. Ez azonban nem sikerült a párt szerint a sajtótájékoztatón jól látható véleménykülönbségek miatt sem. Egy megszeppent kisfiút láthattunk a tanárnéni oldalán. A DK szerint elfogadhatatlan hazugság, hogy Orbán Viktor azt mondta, az első csődhelyzetben lévő ország 2010-ben Magyarország volt, hiszen ugyanő az ATV-ben 2010 májusában ennek az ellenkezőjéről beszélt. Az elmúlt évek egyik legfontosabb látogatását kísérhetjük figyelemmel. Nem csak a német-magyar kapcsolatok vagy a gazdasági együttműködés, hanem a keleti nyitást hirdető magyar politika európai fogadtatása miatt is, mondja a PM európai képviselője. Nem sikerült rendezni ezeket a nézetkülönbségeket. Angela Merkel és az európai politika nem tud mit kezdeni Magyarország különutas politikájával. A magyarok számára az is rossz hír, hogy Orbán Viktor az egységes európai energiapolitikával szemben Putyin mellé tette le voksát, tette hozzá a zöld párti képviselő. Továbbra is kitart az orosz függést fenntartó, sőt azt még erősítő energiapolitikája és politikája mellett. Holott Merkel asszonytól egy teljesen világos inspirációt kapott arra, hogy több lábon álljon. Az LMP sajnálja, hogy a kormányfő, ahogy fogalmazott, szűklátókörűen erősíti az orosz függést, és ezzel diplomáciailag is elszigeteli az országot, ha csak a Putyinnal való találkozón be nem keményít, mondja Szél Bernadett. Az LMP fontos üzenetnek gondolja, hogy Angela Merkel üzent a civil világ, az ellenzék és a média partnerként kezelése ügyében a kormányfőnek. Kiderült ki, hogy Orbán Viktort a saját pártcsaládjában sem övezi osztatlan egyetértés, hogy finoman fogalmazzak, ha például az illiberális demokráciáról beszél. A Jobbik közleménye szerint Orbán Viktor másról beszélt, mint amit kormánya tett. Nemrégiben a szankciókat támogatta ugyan, de most helyesen állapította meg azt, hogy Európának szüksége van az orosz kereskedelmi kapcsolatokra. Biztonsági fenyegetés miatt kiürítették az Európai Parlament 3 épületét Brüsszelben. Egy terepszínű ruhás szlovák férfi ugyanis lőfegyvert és láncfűrészt tartott magánál. A férfit, aki azt mondta a rendőröknek, hogy találkozni akar az Európai Tanács elnökével, őrizetbe vették. A brüsszeli rendőrség egy gyanús járművet talált az amerikai nagykövetség közelében is. Ott 1/2 órán át tartott a riadó. Belgiumban magasfokú biztonsági készültség van érvényben, miután nemrégiben iszlamista szélsőségesek készülő támadásait hiúsították meg.